medián felméréséből kiderült, hogy a hőmérőzés és persze Bese a jó voltából olyannyira árad a Tisza, hogy mindjárt megelőzi a Fideszt, vagy talán már meg is előzte. De Viktorunk nem adja fel a harcot, keményen edz. Megtudtam, hogy pontosan hogyan, és ezt ebben a videóban el is árulom nektek. Ha végignézitek a videót, azt is megtudhatjátok, hogyan készül Hont és Ceglédi az ötre, ami úgy tűnik mégsem szűnik meg. Bizony, ők is edzenek, sőt, saját versenyük is van. Megjött a medián felmérés, és kiderült, amit már eddig is tudtunk, hogy a Fidesznek egyetlen kihívója van a TISZA. A többi ellenzéki párt lényegében megsemmisült. Fletó lekígyozott 3%-ra, amivel elérte a honglédi szintet. Hát őt is mutogatja még az ATV, mint hontékat, csak embert nem érdekel, amit mond. Feriék most már konkrétan ott tartanak, hogy a MAX szavazóik nagy része is kiábrándolt belőlük. Hát én kimerem mondani, hogy a DK története gyakorlatilag véget ért. Pedig milyen kemény volt a Feri nemrég mi. Azt mondta, hogy mostantól minden más lesz. Most majd ő beleáll a vitákba. Most majd ő mindenkit kicsinál. Hát féltette is minden ellenzéki politikusa szemét. Azt mondta a Feri, hogy annak, ami eddig volt, most rége van, csak azt nem mondta, hogy a DK-ra gondolt. Na hát a torockaiék is szépen bezuhantak a küszöb alá, mégiscsak sikerült valahogy beoltaniuk magukat, szavazók ellen. Ha most lennének a választások, se a DK, se a mi hazánk, se a Momentum, se a Jobbik nem jutna be a parlamentbe, a többiekre már nem is beszélve a TISZA felmérés szerint már csak 4%-ra van a Fidesztől a biztos szavazóknál, de Magyar Péter tud egy olyan Fideszes belső mérésről is, ahol ez a szám már csak 2,5%. Amikor a felmérés készült, Bese a botránya már eléggé meleg téma volt, szóval valószínű, hogy ez a kis történet is hozzájárult a Tisza és a Fidesz közti különbség csökkenéséhez. Ami egyáltalán nem meglepő. A Bese ügyre ugyanis nem lehet a Szájer függetlenül tekinteni, hiszen ugyanannak a rendszernek a romlottságára és hazugságára mutat rá mindkettő. Ha valóban ilyen ütemben nő a Tisza, akkor a nagy valószínűséggel elintézte, hogy körülbelül most a napokban előszeti meg Magyar Péter pátja a Fideszt. De Orbán Viktor sohasem adja fel. Mondjuk nem a kórházak, iskolák vagy a közlekedés rendbetételével harcol Magyar Péter ellen, hiszen nem akar ő elérhetetlen célokat kitűzni maga elé. Ő inkább edz. Sokáig azt hittük, hogy a fogyáshoz, a sportos élethez, az életmódváltáshoz a legerősebb motivációt a rossz egészségi állapot, a rossz kinézet, dr. Schwab Richard interjúi vagy a dagattozós kommentek adják, de kiderült, hogy ez nem igaz. Van egy sokkal jelentősebb hajtóerő, tudjátok mi? Megmondom. A hatalom elvesztésétől való félelem. Orbán Viktornak legalábbis ez kellett hozzá. Hiszen a vezér rájött, hogy a kihívója most már nem egy félrebeszélő alkesz, hanem egy nála jóval fiatalabb, sportosabb, külsejű, valószínűleg látte avokádón élő energikus faszi, aki ráadásul úgy hívja magát az Instán, hogy Magyar Péter Official, the man, a férfi. Hát ehhez képest valóban kellemetlen a Fidesz nevű melegközösség vezetőjeként hetente előadni a hájas öreg Mr. Bint a NER hát, Valamit nagyon gyorsan tenni kellett férfiasságügyben, úgyhogy Viktorunk nagyon gyorsan fel is hívta a személyjegyzőjét, Vladimirt, hogy segítsen, mert a baj már nagyobb volt, mint a pocakja. A legmegfelelőbb emberhez fordult, hiszen ha már amúgy is Oroszország a célálló más, ahová a magyaroknak a vezér terve szerint egyszer majd meg kéne érkezni, hát a legjobb, hogyha a vezér maga is orosz diktátor külsőt kap. Vonzó Putyintestet. Pár nappal később meg is érkezett a Kettőbel, az orosz gömb egyenesen Moszkvából, amire az oroszok Putyin szép arcát és kidolgozott felsőtestét is ráfestették, hogy mindig lássa a vitya, hogy hová kell eljutni, mi a cél. Az edzés első szakasza, ketőbel emelés faszszal vagy golyókkal. Vladimir élőben online adja az utasításokat, ami nagyjából annyi szokott lenni, hogy nem szabad kukit rázni, emelni kell háromszor, nyerázd, dva, tri. Így van, Viktor, tök élvetes. Második gyakorlat, ketülben nyalogatás és közben pucsitás kelet felé. Lassan és nagyon érzékien kell nyalni a vasgolyót, miközben szigorúan mesztelen popóval kell Oroszország felé fordulni. Neres forrásokból származó információim szerint ez a gyakorlat a Viktornak hihetetlenül könnyen megy, ez a kedvence, ebben napról napra jobban teljesít. A harmadik gyakorlat a hanyatló nyugat fantázia névre hallgat. Ennek lényege, hogy a vezér a kettlebell fejbe dob egy Ursula von der Leyen bábút, majd nyugatra hanyatlik, vagyis esik. Ezzel tudatosítva magában, hogy a nyugat mindig hanyatlik. A negyedik gyakorlat az úgynevezett hintapolitika, hát ezt meglepő módon egy hintával végezzük, pontosabban végzi a vitya. Természetesen nyugati és keleti irányban hintázik, miközben két kézzel tartja a kettőbelt, aminek mindkét oldalára rá van rajzolva egy-egy emoji. Amikor a vezér keletre leng ki, akkor a kettlebell smile is oldalát fordítja keletre, amikor pedig nyugatra, akkor abba az irányba fordítja a golyó, középső újat felmutató emojis oldalát. A legnehezebb gyakorlatot Viktorunk mindig az edzés végére hagyja, mert ez a művelet nagyon megviseli a szervezetet. Ennek a gyakorlatnak az a neve, hogy magamévá teszem a világot. Úgy végzi ezt a vezér, hogy 10 méterről nekifut, és ráugrik a kettlebellre, méghozzá úgy, hogy a súlyzó az ánuszán keresztül a testébe jusson. A kettlebell itt a világot jelképezi, amit a miniszterelnök szimbolikusan magáévá tesz. Orbán Viktor mindezt egy Viktor Leader of the World pólóban teszi. A gyakorlatot akkor vézi jól a vezér, ha a hívei ezután elhiszik, hogy minden Orbán Viktoron belül van. Ez egyébként a Dokmen alaptanítása is, Orbán Viktor a végtelen tud tudat rajta kívül nem létezik semmi. Ha mégis elképzelünk bármit, amiről eddig nem tudtunk, a vezér azt azonnal enystandolja az ánuszával. Ezeket a gyakorlatokat civileknek, végtelen hatalomvágy nélkül élő laikusoknak nem ajánljuk. Senki se végezze ezeket otthon, különösen Putin felügyelete nélkül ne a vezér edzés után mindig elmegy szaunázni. Kánikula idején mondjuk erre egy kórházlátogatás is alkalmas, ha pedig csökken a hőmérséklet, csak meg kell hívni be és garantált a meleg. És amikor már annyira bemelegedett a vezér, hogy szivárványokat lát, hát nagyon gyorsan le kell hűteni valamilyen gazdasági adattal, ami rámutat az ország állapotára. Ha valamiért ez nem válna be, régi orosz-magyar unortodox szokás szerint jeges vizes fürdőt kell vennie Vladimir instrukciói alapján. de nem csak Orbán Viktor Edz, hanem Hont András és Ceglédi Zoltán is, különösen azóta, hogy megtudták, mégis folytatódik az öt. Honték hamarosan visszatérnek az ATV képernyőjére, 35 főből álló nézőtáboruk legnagyobb örömére. Úgyhogy most edzenek. Sőt, van egy saját versenyük is, amit úgy hívnak, hogy Honglédi Kúpa. Az edzéseik és a versenyük is lényegében abból áll, hogy ki tud egy perc alatt többször beszólni Magyar Péternek a Hont Ceglédi Bohóc lényegében így gyakorol az ötre. Ez a díj, a Honglédi Kupa nem csak a verseny neve, hanem valóban létezik. Ez tulajdonképpen egy végbélkúp, amit a győztes jutalmul feldughat a másiknak. A nyertes viszont az egy perc letelte után sem nyugodhat meg, ugyanis meg kell védeni a győzelmét azzal, hogy beszól egyet a dévnek is. De ez a szakasz már nehezített kifejezetten, hát nem lehet ugyanis megnevezni a dévet, sem a csatornáját, és úgy kell beszólni neki, hogy egyetlen mondatára sem szabad reagálni. Kizárólag személyeskedni lehet. Ez egy nagyon-nagyon kemény küzdelem, de a nyertes és a vesztes is mindig nagyon boldog, hiszen a Honglédi kupa behelyezése és befogadása is nagyon élvezetes mindkét öttelütött influencer számára. Remélem ti legalább annyira élveztétek ezt a videót, mint Ceglédi és Hont egymást. Ha igen, akkor kérek szépen egy lájkot, és hogyha még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor itt a remek alkalom. Most pedig nem menj innen sehová, hanem nézd meg inkább a Bese készült első videómat, ha még nem láttad. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra. Pusz!